belőle olykor halogatjuk és nem verjük nagy dobra. Hogy mi az? A nőgyógyászati kezelés. Ezért ma egy nőgyógyásszal és egy dietetikussal fogunk találkozni. Hogy hogyan jön össze a kettő? Az hamarosan kiderül. Kérem, tartsanak velem! Szia! Szia! Nekünk egy kicsit a klinikáról. Tehát látjuk azt, hogy kívülről egy csodaszép klinikáról beszélünk, hogy ha jól tudom, ez egy családi ház lett átalakítva, tehát már barátságosabb, mint egy kórház, hogy hogyan jött létre, mikor jött létre, kinek a segítségével. A klinika létrejötte már egy nagyon régi kérdés volt, úgy a házsadoktor fejében, mint az én fejemben, ugye mindig motoszkált a kérdés, hogy hogyan tudnánk megkönnyíteni a nőknek az életét, mert ugye én páciensként kerültem a doktor úrral kapcsolatba elsősorban, és ugye az állami intézményben fogadott. Tehát már ott szembesültem azokkal a tényekkel, azokkal a hátráltató tényezőkkel, hogy miért is kellemetlen járni ugye egy állami intézménybe, a hosszú sorok, a várakozás, az, hogy nem jut elegendő idő egy páciensre, a következő kérdés, hogy nincs meg a diszkréció. Tehát ugye gyakorlatilag nagyon gyakran előfordul az, hogy míg az egyik hölgy öltözik felfele, a másiknak már lefele kell öltözni, és ezek nagyon kellemetlen helyzetek, mert minden hölgy szeretne úgy nőgyógyászhoz menni, hogy egyrészt a panaszait az csak személyesen neki mondja el. A következő kérdés pedig hát a felöltözés és leöltözés témaköre is ugye olyan kérdés, ami egy diszkrét és egyedül szeretné ezt a folyamatot végigvezetni a hölgy. Tehát 2016-tól már komolyabban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Már a doktor úr gondolkodott esetleg azon, hogy milyen helyszín felelne meg. Az apósa halála után ugye itt maradt ez a családi ház üresen, és innentől kezdve már komolyabbak voltak a tervek, akkor már pontosan tudta a helyszínt, hogy hol fog megvalósulni ennek a klinikának a létrejötte. És a többi már ugye minden tervezés és kivitelezés kérdése volt, mert rengeteg engedélyt kellett beszerezni, ugye azt is meg kellett tervezni, hogy kifejezetten csak nőgyógyászati klinika lesz, tehát hogy csak nőgyógyászati szempontból fognak itt folyni a konzultációk, vagy esetleg más szakorvosokat is alkalmazni fog. Látom azt, hogy van itt egy kis adminisztrációs pult, meg ez egy váróterem is. Igen. Tehát hogyan történik itt a betegfelvétel? Tehát ide valaki besétál, az recepcióshoz kell forduljon, és akkor itt várakozik? Meg látom azt, hogy van még a gyerekek számára is fel van tartva egy kis sarok. Igen, tehát rögtön elmondom a kis saroknak a történetét, ugye, hogy az anyukák nagyon gyakran gyermekekkel érkeznek hozzánk, olyankor a recepciós hölgy szokott kint maradni a gyermekkel, esetleg, hogyha az apuka nem kíséri el az anyukát, és akkor szépen elszórakoznak, játszanak, rajzolnak. A betegfelvétel gyakorlatilag nem itt történik, nem itt kezdődik meg a betegfelvétel, hanem nálunk előre kell időpontot foglalni, tehát az nem működik nálunk, ugye mi az állami intézményben, hogy most besétálok, és akkor egyből tudok menni az orvoshoz, hanem előre kell időpontot foglalni. Az előzetes időpontfoglalás alatt kikérdezésre kerül a páciens, megállapításra kerül az, hogy mennyire urgens a kérdés. Tehát nyilván, amikor urgens páciens érkezik, ne adjék egy kis mama vérzése, tehát mindenképpen elsőbbrendű besorolási kategóriába esik, és akkor is fogadjuk, ha aznapra már nincs helyünk. Észrevettem azt, hogy a fehér mellett az oliva zöld szín dominál itt mindenhol. Mi ennek a jelentősége? Miért pont ezt a szint választottátok? Nagyon sokat gondolkodtunk, amikor a színeket választottuk ki a klinikánk számára, hogy melyik jellemezne bennünket a leginkább. Azért döntöttünk az oliva zöld szín mellett, mert ez az életet jelképezi mindenképpen, ugye minden zöld szín az életet jelképezi, és a mi klinikánk azért született meg, hogy az életet támogassa, az életet pártolja, pont ezért mondjuk abortusszal kapcsolatos kérdésekkel mi konzultációkat nem is vezetünk, tehát a doktor úrhoz már olyan páciens nem írok be, aki abortusszal kapcsolatos kérdéseire szeretne választ kapni, de úgy gondolom, hogy a doktor úr már vár téged, és minden kérdésedre sokkal bővebb választ fog tudni adni. Köszönöm szépen! Szép jó napot, doktor úr! Jó napot kívánok! Jó napot! Örülök, hogy személyesen is találkozunk. Én is. Köszönöm szépen! Mikor ajánlott az első nőgyógyászati vizsgálók a lányok számára?
hogyha a lányok számára, a lányoknak nincsenek panaszai, konkrét nőgyógyászati panaszai, a menstruáció ciklusi rendetlenségekkel, vézésekkel, vagy egyéb más problémákkal, akkor a nemi élet elejétől már ajánlatos a nőgyógyászati vizsgálat. 21 és 65 év közötti korba kell évente egy-egy rutin vizsgálatot, egy szűrővizsgálatot megtenni, ami jelenti a hüvei kenetet, a méhszáj kenetet, a úgynevezett citológiai vizsgálatot, egy ultrahangos vizsgálatot. 40 éves kor óta mi ajánljuk is pluszba a mammológiai szűrővizsgálatot is. Milyen esetekben elengedhetetlen a fogamzásgátló szedése? Tehát meg vannak-e ezeknek a fogamzásgátló termékeknek valamilyen mellékhatásai? Ugye régebben volt olyan, hogy valaki jobban szőrösödött, vagy akármilyen testsúly, tehát gyarapodott a testsúlya. Manapság vannak-e ezeknek a készítményeknek ilyen mellékhatásai? Ezek a gyógyszerek, ez a típusú gyógyszerek elsősorban voltak használva, mint fogamzásgátlók, azért, mert gátolják a petéérést. A múlt évszázadban használható gyógyszerek igazából volt nekik elég sok mellékhatása, olyan, mint a szörősödés, elhízás, azért, mert olyan típusú hormon összetevők voltak, és magas dózisban. A mai fogamzásgátló gyógyszereknek a hormonális összetevők már modernek, a dózisuk minimális, azért nagyon kevés esetekben okoznak bármilyen problémát. A filmekben nagyon elterjedt az, hogy apásszülés. Nálunk ez jelen van? Nálunk ez már ma nem, nem újság, ez már nem csak divatkérdés, ez már egy modern, mondjuk úgy perinatális szülési technológiák. Nem mindig volt ez nálunk úgy. Mondjuk az utolsó 12 évben a partneres vagy az apás szülés, ez most majdnem mondhatjuk a szülési 90%, több mint 90%-ban ez elérhető. Elsősorban ez attól függ, hogy legyen felkészülve az apa, és legyen neki kedve kísérni végig a feleségét ebbe a nem könnyű kipróbáltatásba, és semmilyen akadályok, mint mondjuk egészségügyi szempontból nincsenek ahhoz, hogy ez elérhető legyen azoknak a családoknak, akik tényleg akarják ezt megélni, ezt az élményt. Manapság ugye egyre gyakoribb a császármetszés. Mi ennek az oka? Tehát ez választható, vagy vannak bizonyos esetek, amikor muszáj császármetszést alkalmazni, és melyek ezek? A császármetszés ez egy olyan beavatkozás, műtét, amelyeket mondhatjuk, hogy a világon az a legelterjedtebb műtét. Gyakrabban, mint császármetszés, egy műtétese nem csinálnak. Ennek a műtétnek mondjuk egy kicsit több mint 100 éves története van. Addig ez volt csak mondjuk nagyon ritkán használták, és csak akkor, mikor már mentették meg a gyermek életét. A mai világban a császármetszés valamelyik országokban több mint 50% szülésbe mi találkozunk vele. Nálunk itt Kárpátalján, a mi intézményükben, már hogy a mi intézményük a szülés, a városi szülészeten, ezeknek a beavatkozásoknak a mennyisége olyan körülbelül 25-30%. És elsősorban azok a nők kerülnek császármetszésre, ahol van bármilyen probléma az egészségükkel, vagy a magzat állapotával. Olyan praktikánk, hogy mondjuk, hogy kívánja a nő a császármetszést, nincs bevezetve nálunk most. Ehhez kell, hogy legyenek egészségügyi okok, indokok. Csak olyan esetekben a császármetszés lesz elvégezve. Tegyük fel, azt most van két pár. Az egyik pár
nagyon készül a gyerekre, egészséges életmódot folytat, tényleg készülnek, nem fogyasztanak se alkoholt, nem dohányoznak. És van a másik pár, akik nem tervezik, de összejön a gyerek, és a nő például akkor vesz észre, amikor már több hét eltelt, és fogyasztott akár alkoholt, akár dohányzást. A kezdeti állapotban mennyire fontos ez? Tehát, hogy tud a két embrió fejlődni? Ugyanúgy fejlődnek, vagy van egy kicsi hátrány annál, aki ugye nem egészséges életmódot folytat? El van ismerve, mindenki elismerte azt, hogy a dohányzásnak elsősorban, mint a szeszes italoknak van káros hatása a magzat fejlődésére. Elsősorban persze, azért mi figyelembe ezt próbáljuk tenni a terheseknek. Hogyha mi arról beszélünk, hogy készülnek a terhességhez, különösen a házas párok, azt is lehet mondani, hogy ez számít, de gyakran is azt látjuk, hogy amiatt, hogy ez egy természetes kérdés, és természetes folyamat, mondjuk, mint a maga megtermékenyítés, mint a maga terhességi folyamat, meg a szülés, nem ez a legfontosabb kérdés. Mert vannak olyan problémák, aki ebben konkrétan kapcsolatban vannak. Persze, hogyha a nő, az anyuka akarja biztosítani a gyermekének a maximális körülményeket, ahhoz, hogy jól egészséges legyen, akkor neki kell leszokni, abba hagyni a dohányzást és a szeszes italok fogyasztását. Minek tudhatjuk be azt, hogyha egy pár több éven keresztül próbálkozik, és nem jön össze a gyerek, viszont amikor már úgymond letettek róla, akkor valahogy mégiscsak teherbe tud esni a nő. Van ennek egy pszichológiai háttere, hogy addig rögvesen próbálkoztak, és végül akkor jött létre, amikor már lazák? Igen, mondhatom röviden, igen, van ennek olyan pszichológiai háttere, és ez meg van figyelve már régóta. Ennek a lényege az, hogy minél jobban akar egy nő teherbe esni, annál nehezebben neki ez sikerül. Szóval ez a probléma igazából elsősorban a nőkhez tartozik. És nem egyszer és nem kétszer, többször mi már ezt megtapasztaltuk, hogy ennek van értelme, mert mikor mi kutatás során kizárjuk a lehetős problémákat, amik vezetnek a meddőséghez, akkor leggyakrabban megmarad ez a pszichológiai háttér, és akkor mi próbáljuk nyugtatni, és próbálunk segíteni a nőnek átalakítani a hozzáállását elsősorban ehhez a kérdéshez. És hogyha tényleg ez sikerül neki, ahogy mondja, hogy már abba hagyják, vagy azt mondják, hát már idősek vagyunk, és nem sikerült, akkor legyen úgy, vagy vesznek örökbe egy gyermeket, és utána egy év múlva megjön a saját gyermekük. Nem egyszer tapasztaltuk azt is, hogy mondjuk egy lombik kezelés program után valaki teherbe esik, és a következő terhesség megjelenik csak úgy, semmi ilyen beavatkozás, még semmilyen kezelés nélkül is. Szóval ezt azt lehet mondani, hogy a pszichológiai kérdéseknek nagyon fontos része van a meddőségi állapotban. Sokszor mondják azt, hogy ha egy terhesnő valamit megkíván, azt muszáj megígya vagy megegye, mert különben el tud vetélni. Ez igaz? Tényleg van egy olyan babona, mondjuk úgy, és elég gyakran ezt lehet hallani a nőktől. Persze mi próbáljuk a nőket megbízni abban, hogy ne higgyenek a babonákba, mert elsősorban étkezésül van szó itt ebben a szempontban, mert gyakran látjuk, hogy ha nem tartják be a terhes nők a szabályokat, akkor elsősorban súly problémákkal állnak szembe, mikor a normális, természetes 10-12 kiló helyett 25-30 kilót híznak. És ezzel nagyon meg
nehezítik saját maguknak és a gyermeküknek a szülési folyamatát. A második ilyen hit vagy tévhit, olvastam egy cikket, hogy az egyik nő azt mondta, hogy neki papírja van arról, hogy szexfüggő. Tehát hormonális alapon lehet-e olyan, hogy valaki, vagy egy nő szexfüggő, és a másik pedig az, hogy röges ellentéte? Hogyha a nő szexfüggő, akkor ez nymphomániának nevezik, és ezzel foglalkoznak a pszichiáterek. Vannak olyan problémák is. Hogyha mi általában beszélünk egy női szervezetről, akkor persze, hogy van függőség a hormonális szinttel. És azért mondhatjuk, hogy a maximális vágya a nőnek akkor történik, mikor van a petérése, a ciklus közepén. És ez egy, mondjuk egy természetes kérdés, mert a szervezete a nőnek felkészül maximálisan ahhoz, hogy megtörténjen a megtermékenyítés. Akkor is ő legjobban van felkészülve természeti szempontból egy kapcsolathoz, mondjuk, és akkor a legmagasabb esélye a teherbeesésbe, és akkor a legmagasabb vágya. A ciklus elején, vagyis a menstruáció után, vagyis a menstruáció előtt, mikor az esztrogének hormon szintje alacsony, akkor csökken a nőknek a vágya is. A harmadik ilyen, hogy igaz-e az, hogyha fogamzásgátlót szed valaki, abba hagyja, hamarabb, vagy nagyobb az esély arra, hogy teherbe esik? Ennek is van, igen. Ez megtörténik. Mi ezt szoktuk is használni, mint gyógyszeres kezelést azoknak a nőknek, akinek van valamilyen petéréses problémák. És ezt nevezzük úgynevezett rebound effektnek, amiknek az a lényege, hogy a 3-6 hónapos fogamzásgátló gyógyszer szedése után, mikor abba hagyja a nő a szedését, akkor erősödnek ezek a hormonális folyamatok a szervezetébe, erősödik a petérés, és akkor eshet ő hamarabb teherbe, mint általában, mint addig. Azt mondják, hogy ugye amikor terhes a nő, akkor teljes nyugalom, teljes erőfeszítés nélkül kell végigmenjen az a terhesség. De mi van az edzéssel? Lehet-e, az egyik az, hogy lehet-e edzeni terhesség alatt, a másik pedig valaki azt mondja, hogy nem lehet olyankor repülőre ülni. Egy egészséges, felnőtt női szervezet tudja kibírni ezt a terhelést simán. És akkor, hogyha nincsen semmilyen probléma a terhesség folyamattal, akkor nyugodtan beleférhet az edzés is. Ugyanúgy a repülővel kapcsolatban, a repüléssel kapcsolatban is mondhatom, hogy nincs olyan indok, hogy ne mehessen, ne szállhasson fel a repülőre egy terhes nő. Most pedig arra keresjük majd a választ, hogy a dietetikus munkája hogyan kapcsolódik a nőgyógyászathoz. Hogyan kapcsolódik össze egy dietetikus munkája a nőgyógyászati kérdésekkel? Nagyon szorosan összekapcsolódik, hiszen nagyon sok nőgyógyászati megbetegedés van, aminek pont dietetikai kezelés adja meg a megoldását. Tehát most a teljesség igénye nélkül néhányat felsorolok, ugye ilyen a polikisztás ovárium szindróma, vagy esetleg az endometriózis. Tehát mind a kettőnek a kezelésében nagyon fontos szerepet tölt be a megfelelő diéta, valamint az életmódváltás. Tehát ugye ez a dietetikai szaktanácsadás során nem csupán diétáról esik szó. Nagyon sokszor pszichológiát kell alkalmazni a pacienseknél. Nagyon sokszor ugye meg kell határozni azt, hogy milyen mozgásformát végezhet esetleg, és a lelki tényezőkre ugye nagyon sok nagy hangsúlyt kell fektetni. Előfordult-e pályafutásod során az, hogy egy meddőnő úgy tudott szülni, tehát úgy képes volt teherbe esni azután, hogy egy dietetikus kezelte, vagy akár te kezelted?
Igen, természetesen nem is olyan ritka az ilyen sikertörténet. Tehát vannak olyan pacienseink, akik megkezdték a kezelést valamelyik más intézményben, ott esetleg eljutottak már addig a szintig, hogy abban az adott intézményben, vagy több intézményben már a lombik kezelést ajánlották. Tehát az egyetlen teherbeesési módként csak a lombikot ajánlották fel. Ezután a paciens nyilvánvalóan meggondolta magát, és úgy döntött, hogy felkeres még más intézményt, eljutott a mi klinikánkra, eljutott nőgyógyászati szakkonzultációra, és akkor a nőgyógyásztól eljutott dietetikai szaktanácsadásra, megváltoztattuk az életmódját, megfelelő kezelést kapott, és megtörtént a csoda. És most már van olyan paciensünk, igen, jelenleg is, aki a gömbölyödő pocakjával jár már a dietetikai szaktanácsadásra, és ez mindig a legnagyobb öröm és legnagyobb boldogság. Most felsorolok neked 5 tévhitet, vagy hitet, nem tudjuk, még kiderül, hogy mi ez. Az első az, hogy a reggeli a legfontosabb étkezés. Ez igaz? Részben, részigazság, mert a reggeli valóban nagyon fontos, és mindig találkozok azzal a problémával, hogy a paciensek elmondják, hogy de én nem tudok reggelenni, de ilyen nincs, hogy nem tudok reggelenni, mert reggel muszáj enni. De az, hogy a legfontosabb étkezés legyen, ezt viszont cáfolni tudom, mert minden étkezés egyaránt fontos az emberi szervezet számára. A második az, ugye, aki esetleg fogyni akar, vagy nem, de azt mondják, hogy 6 után már ne egyél, mert éjszaka a szervezet nem folytat anyagcserét. Ez igaz? Megint részigazság, mert nagyon sok diétában valóban ez az utolsó étkezés, a 6 órai étkezés, viszont vannak olyan inzulinrezisztenciás paciensek, akiknek utóvacsora is javasolt, és az utóvacsora elfogyasztása az 8 órakor javasolt. Tehát mindig előző anamnézistől, diagnózistól függ, hogy szabad enni még 6 után, vagy sem. A harmadik ilyen, hogy aki fogyni akar, az ne fogyasszon szénhidrátot. Nem, ezt teljesen meg tudom cáfolni, tehát a szénhidrát bevitelre nagyon nagy szüksége van a szervezetnek, főként a női szervezetnek. Nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy azáltal, hogy a nő megvonja a szénhidrátot a szervezetétől, nem hogy fogyás nem ér el, hanem még többet hízik, és viszont az egész mondjuk női ciklusát felborítsa, tehát elmaradnak a menstruációk, elmarad a petejérés, tehát semmi esetre senkinek nem tudom javasolni azt, hogy teljesen vonja meg magától a szénhidrátokat. Negyedik ilyen, hogy a helyes táplálkozás semmit sem ér, hogyha nincsen testmozgás. Ezzel egyetértek, tehát ugye mindig komplex kezelést javasolunk, amiben a legfontosabb a diéta, a második kérdés a helyes testmozgás kiválasztása, a harmadik kérdés az, hogy lelkileg helyre kell tennie magának a paciens, és hogyha szükséges, akkor gyógyszeres kezeléssel ki kell egészíteni. Végül, de nem utolsó sorban, a cukrot teljesen el kell hanyagolni, és csak édesítőszert lehet használni. Ez megint csak diagnózistól függ, tehát egy cukorbetegségről, inzulinrezisztenciáról van szó, akkor teljes mértékig el kell hagyni a cukrot. De viszont vannak olyan diéták, amelyekben nem teljesen kizárt a cukornak a fogyasztása. Nagyon nagy probléma, vagy nem probléma nálunk az, hogy a legtöbb nő inkább külföldre menekül szülni, úgymond. Ez miért fordulhat elő itt nálunk? Miért fordulhat elő? Ennek a leggyakoribb oka az az, hogy nyelvi nehézségekbe ütköznek. Tehát úgy járási, mint megyei szinten próbálják, inkább a magyar ajkú lakosságra jellemző ez, tehát úgy járási, mint megyei szinten próbálják megtalálni azt az orvost, azt a szülésznőt, akiben maximálisan meg tudnak bízni. Nem biztos, hogy sikerül ezt első körben elérniük ezt a célt. És akkor úgy gondolják, hogy könnyebb lesz, hogyha esetleg elmennek Magyarországra, mert ott beszél magyarul is az orvos, mert ott beszél magyarul a szülésznő, sőt a nővérek, csecsemős nővérek mindenkinek a segítségére próbálnak támaszkodni. Viszont nagyon gyakori a csalódás is, tehát hogy elmennek, és valóban nyelvileg megértést kapnak, de esetleg nem azt a szaksegítséget kapták meg, esetleg szülészeti erőszakot éltek meg, esetleg a gyermekágyas osztályon érték negatív hozzáállások, és a második gyermeknél, amikor már várandósak, akkor célirányosan megpróbálnak Kárpátalján keresni szaksegítséget, és tehát mondhatom azt, hogy napi szinten tapasztalom azt, hogy elmondják a hölgyek, hogy az első gyermeket Magyarországon, esetleg Szlovákiában hozták világra, de most már mindenképpen itt szeretnének szülni, és ami a legfontosabb és a legnagyobb boldogság számunkra, ugye, hogy hozzánk visszatérnek a paciensek a kisbabákkal, és akkor elmondják, hogy elégedettek voltak a szolgáltatással, és boldogok. Tehát teljesült az a vágy, amiért küzdöttek, úgyhogy...
Köszönjük, hogy velünk tartottak! Mivel a műsor önökért van, ezért várjuk tippjeiket, kérdéseiket vagy ajánlatukat a következő műsor témáját illetően. Facebookon itt vagyunk elérhetőek, Instagramon pedig ezen a címen. Kérem, tartsanak velünk legközelebb is!